Ez történik a testeddel, ha sosem szexelsz. A szex mindenhol jelen van az életünkben, ha jobban belegondoltok. Benne van a filmekben, sőt, van amelyik konkrétan erre épít, ezzel adnak el ürítőket és még szépségápolási szereket is. De még a mémek között is rengeteg szexuális töltetű akad. Igen, a jelenleg legfelkapottabb mém a világon egy olyan csaj, aki bemutatja, demonstrálja, hogy konkrétan mit kell csinálni egy férfival ahhoz, hogy felizguljon az ágyban. Szóval nem lehet megkerülni a témát akkor sem, ha te magad sosem csinálod. De milyen hatásai lehetnek annak, ha soha az életben nem szexelsz? Nos, nézzük meg! Spoiler! Akár rossz vége is lehet. Az emberi test alapvetően úgy alakult ki az evolúció során, hogy képes legyen a reprodukcióra, vagyis a szaporodásra. Csak úgy, mint az állatok esetében, nekünk is így maradhat fent a fajunk. Ezért a szex nagyon fontos eleme az ember életének is. Persze nagyon fontos azt kiemelni, hogy mindenkinek más a teste, és mások az igényei is, de nézzünk néhány lehetséges és gyakori negatív hatást. Azoknál a férfiaknál, akik rendszeresen szexelnek, sokkal kisebb eséllyel alakul ki prosztatarák, ami egy súlyos halálos betegség. Szűrővizsgálatokkal időben fel lehet fedezni, de sokat tehetsz ellene azzal is, ha aktív szexuális életet élsz. Persze nem csak szexel, hanem mondjuk önkielégítés útján is elérheted a kívánt hatást, és ez egyébként a nők esetében is igaz. A szex hiánya a nőknél medencefenék izomgyengülést okozhat, ami inkontinenciához, vagyis vizelettartási nehézségekhez vezethet. És ez nem túl kellemes. A szex egy fizikai aktivitás, ami még az izmoknak is jót tesz, a nők esetében például a medencefenék izomnak. Ami pedig a férfiakat és a nőket egyaránt érinti, az a magas vérnyomás. Szóval azoknál az embereknél, akik sosem szexelnek, nagyobb eséllyel jön elő komoly vérnyomás probléma. A szex jelentős feszültségoldó hatással bír, és a kutatások kimutatták, hogy a rendszeresen szexelő emberek vérnyomása alacsonyabb. Ez persze összefügg a testmozgással is. Illetve a szexuális aktivitást mellőző emberek ebből adódóan sokkal feszültebbek is lehetnek, mivel a stressz hormonjaik magasabb szinten mozognak. Aki pedig jobban stresszel és feszült, annak értelemszerűen a vérnyomása is magasabb. Persze a stressz negatív hatásai nem csak a szex révén, hanem meditáció segítségével is csökkenthetők, vagy egy kiadós edzéssel, legyen az akár futás, vagy mondjuk kondizás. A szex ráadásul egy kutatás szerint még az immunrendszert is erősíti. Két pszichológus, Karl Czarnecki és Francis Brennan nyálmintát vettek olyan emberektől, akik sosem szexelnek, és olyanoktól, akik rendszeresen élnek szexuális életet. Utóbbiak nyálmintája sokkal több antitestet tartalmazott, ami azt mutatja, hogy valószínűleg ellenállóbbak a különböző fertőzéseknek, mint azok az emberek, akik sosem szexelnek. Szóval ez alapján elmondható, hogy ha ez a kutatás tényleg pontos, akkor azok az emberek, akik sosem szexelnek, nagyobb valószínűséggel kapják el az influenzát, vagy lesznek náthásak mondjuk télen. De akár nyáron is, hogyha sokat ülnek a légkondi alatt, például. Továbbá a szexmentes életet folytató emberek a különböző mentális betegségeknek is jobban vannak téve. Az intim fizikai kontaktus hiánya komoly problémákat tud okozni a mentálhigiénia területén is. És ez azokra az emberekre is igaz, akik egyébként sokat vannak társaságban, viszont intim kapcsolataik nincsenek. Ezeknél a személyeknél még így is könnyebben kialakulhat akár depresszió is, elsősorban a magány vagy az elszigeteltség érzése miatt. Persze ismét hozzá kell tenni, hogy nem vagyunk egyformák. Vannak olyan emberek, akik szex nélkül is boldog és teljes életet tudnak élni. De mint ahogy ti is láttátok, számtalan pozitív hatása van, így kár lenne kihagyni. Nem de? Minden esetre én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésben mondtam, hisz tudjátok jól. Sziasztok!